Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Ma november 8-a van, a zsomborok ünneplik névnapjukat. 365 éve megszületett Edmund Halley, angol csillagász, meteorológus, matematikus feltaláló. 1935-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Alain Delon, francia színész. 3 évvel később pedig megszületett Milan Minya Subota, neves szerb televíziós műsorvezető, zeneszerző és zenész. Műsorunk elején halljuk, melyek a mai nap kiemelt hírei címszavakban. Elfogadta a védettségi igazolások alkalmazásáról szóló rendeletet a szerb kormány. Az iskolákban péntekig nincs tanítás, valamennyi általános és középiskolás számára meghosszabbították az őszi szünetet. Mit okoz a klímaváltozás a mezőgazdaságban? Szerbiában az év eleje óta több mint 30 dinárral drágult az üzemanyag. Elfogadta a védettségi igazolások alkalmazásáról szóló rendeletet a szerb kormány. Ennek értelmében a COVID-igazolás nem csak a vendéglátóhelyeken lesz érvényes, hanem a szerencsejáték termekben, kaszinókban, áll a kabinet közleményében. A 0-tól 24 órában dolgozó helyeken reggel 6-tól lehet ismét az említett okmány nélkül tartózkodni. A digitális zöld igazolást lehet igényelni az EU-Praván vagy a postán. Tehát csak védettségi igazolással látogathatók a szerbiai vendéglátóhelyek 20 óra után. Az igazolás azt bizonyítja, hogy a személy felvette a koronavírus elleni legalább 2 oltást, hogy van friss, negatív COVID-tesztje, vagy hogy nemrégiben átesett a betegségen. A rendelet kihívás elé állítja a vendéglátóhelyeket, ugyanis nehéz minden felhasználót ellenőrizni, ráadásul a dolgozók egy része is oltatlan. Mutatjuk, mi a helyzet Szabadkán. Éttermi vacsorai és esti bulizás helyett mától legfeljebb te a délutánokon szórakozhatunk Szabadkán. Bár a rendelet értelmében a vendéglátóhelyek 0-24 órában nyitva lehetnek, a szabadkaiak többsége úgy döntött, 8 órakor mindenki előtt bezárja az ajtót. Több dolog miatt döntöttek így. Nem tudják folyamatosan ellenőrizni a belépő vendégeket. Tartanak az óriási büntetésektől, ráadásul a dolgozóik, vagyis a pincérek, szakácsok, kisegítők jelentős része is oltatlan. Kompromisszumos megoldást szeretnének, például haladékot a dolgozók beoltására, de ennek részleteiről még egyeztetni kell. Mi smo svesni toga da to rešenje nije, da niti mi kao ugostitelji možemo opstati sa ovakvim radnim vremenom, niti smatramo, niti želimo da ljude koji dolaze u naše lokale ostavimo u situaciji da ne mogu da dođe, pogotovo one koji mogu u ovom trenutku da dolaze. Naša odluka je bila da mi nismo uspeli da završimo još proces vakcinacije svih naših radnika, jer mi u ovom trenutku smo jedina privredna grana gde je obavezna vakcinacija za zaposlene i mi tu moramo da obavljamo razgovore sa njima, ali nismo neko ko može da ih natera na to. A múlt héten érvényes 10 órai zárást az éttermek, kávézók többsége még tudta tartani. A 8 órai határ azonban már megosztó. Az esti 2 óra ugyanis erős sáv. Ez a palacsintázó sem csatlakozott. Ők a rendelettel összhangban dolgoznak mától. A működésünk az változatlan 8 óráig, és akkor 8 órától számítva hozzánk védettségigazolványa, vagy oltottságot igazoló dokumentummal, vagy betegségen átesettséget igazoló dokumentummal lehet beülni, azzal, hogy 8 órától 10 óráig a házhoz szállításunk az továbbra is él. Nálunk be vannak oltva a dolgozók, és hát erre odafigyelünk külön. Ha bár mondjuk mi számunkra ez nem érthető, meg nem világos, hogyha egy dolgozó tegyük fel 8 óráig nincs beoltva, akkor 8 óra után még kell, hogy beoltva legyen. Döntsenek a vendéglátósok bárhogy, a fogyasztók már látják a kiskaput. Szerintem ez az intézkedés nagyon a visszájára fog fordulni, mert hogyha 8 után már nem lehet menni csak védettségigazolvánnyal, mindenki előtte fog menni, tömegek lesznek. Szabadkán eddig nem büntettek a rendelet megszegéséért, ugyanis nem is dolgozott senki este 10 után. Most azonban figyelmesnek kell lenniük a nyitvatartóknak.
ha ugyanis a helységeikben olyan személyt találnak a felügyelők, akinek nincs védettségi igazolása, összesen mintegy 500 ezer dináros büntetést is kaphatnak. Az iskolákban péntekig nincs tanítás, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel ugyanis valamennyi általános és középiskolás számára meghosszabbították az őszi szünetet. A gyerekek a tervek szerint jövő hétfőn ülhetnek majd vissza az iskolapadokba. Pár nappal ezelőtt még gyerekzsivajtól voltak hangosak az iskolák folyosói, udvarai. Most néhány felnőttön kívül senki nincs az általános és középiskolákban. A kisiskolások dolgozó szüleinek a meghosszabbított őszi szünet miatt meg kell oldaniuk a gyerekek felügyeletét. Elvira Spájics a 15 éves fia mellett két nevelésére bízott gyermekről is gondoskodik a férjével. Jeden ide u školu, prvi razred, 7 godina i detek predškolskog uzrasta, on je u vrtiću. E sad za njih je organizovano, oni nemaju ovaj jesenji raspust, ali za dete od 7 godina on je kod kuće. Pa se onda dogovaram, ako baš nema nikoga, onda dođe moja majka koja je u Novom Bečeju, pa nam ona uskoči. Uglavnom organizujemo se iz dana u dan. A Szever Gyurkics általános iskola magyar elsősei nemrég még futóversenyen vettek részt az iskolában, most viszont otthon kell agyonütniük valahogy az időt. A szüleik többnyire dolgoznak, a legtöbbjüknek van idősebb alsós testvére is. Iskolaidőben a napközi nagy segítség ezeknek a családoknak. Még a nyári szüneteket is megoldják, mert olyankor vagy kiveszik az évi szabadságot, vagy pedig elküldik a gyereket a nagyszülőkhöz, rokonságot látogatni, vagy pedig táborokba. Viszont ilyen időszakban, amikor váratlanul történik a szünidő, ilyenkor nagyon nehéz megoldani a gyerekeknek a felügyeletét. Az Óbecsei Samu Mihály általános iskolában most üresek a folyosók, az udvaron sincs gyerekzsivaj. A 3 napos plusz kényszerszünet napjait itt is be kell majd pótolni. A mi iskolánkban még nem, tehát nem kaptunk a minisztériumtól semmilyen határozatot, hogy hogyan kell majd bepótolni ezt a hetet. Ugyanakkor mi már eldöntöttük úgy, hogy bárhogy legyen, tehát online formában vagy szombatonként be fogjuk pótolni. Úgyhogy a tanárok, a pedagógusok, a tanítók arra fognak rádolgozni, hogy a gyerekeknek minél több tananyagot átadjanak. A gyerekek jövő hétfőn ülhetnek majd vissza az iskolapadokba. 67 újabb koronavírusos beteg halt meg az elmúlt 24 órában Szerbiában. Ezzel a járvány megjelenése óta elhunytak száma 10.472-re emelkedett. A ma 15 órakor közzétett adatok szerint 4.348 új fertőzöttet azonosítottak be a 16.799 elvégzett tesztből. Kórházban 6.661 koronavírusos beteget kezelnek, ebből 270-en szorulnak mesterséges lélegeztetésre. A szerbiai koronavírus helyzet további részleteiről a híradó későbbi részében számolunk be. Addig jöjjenek egyéb híreink, például az is, hogy elkapták a szabadkai gyógyszertári rablókat. Hamarosan tehát ezek a témák is jönnek, maradjanak velünk! Fagykár, hozamkiesés, szárasság. Felejtsük el vidékünkön a hagyományosnak számító gyümölcstermesztést. A klímaváltozás hatására átalakulóban van az ágazat Vajdaságban. Évről évre elfagy a barack, meg a korai cseresznye is. Csak körtével és almával érdemes foglalkozni, gondolhatnánk. Persze ez sem számít örökértékű igazságnak. 2020 áprilisa. Arról tudósított médiaházunk, hogy a márciusi fagyok károsították a gyümölcsösöket. 2019 februárjában arról írtunk, hogy hirtelen jött a felmelegedés térségünkbe. 2018. A késő téli fagyok szinte teljesen tönkretették a barackrügyeket Vajdaság szerte. Ez csak néhány cikk az elmúlt időszakból. Egyértelmű, a klímaváltozás a nyakunkon. De vajon alkalmazkodnak-e az új helyzethez a környékünkön élő termesztők? Egyes vélemények szerint az őszi barack, a birsalma, a körte és az alma egyes fajtái, továbbá a kései gyümölcsök azok, amelyek termesztése most az időjárás szempontjából megfelelőbb. Az almára ugyanakkor idén rájárt a rúd. Az utóbbi időben sajnos azt tapasztaljuk, hogy a tél az kihúzódik, rendes telünk nincs, és kora tavasszal, amikor már nem hiányzik, akkor elég komoly
fagyos reggelekre ébredünk elég sűrűn. Ezt az idejében is tapasztalhattuk, sajnos nekünk ezt a részt itt, ezt a királyhalmi részt fönt a határ mellett, ezt nagyon megfogta a hideg, itt nem volt egy jó 30%-os termésünk, csak még szinte zöld bimbóba volt az alma is elfagyott. A klímaváltozás okozta hatások ellen számos védekezési mód létezik. A legnagyobb baj ezekkel azonban az, hogy sok esetben drágák. Füstölés, növényvédőszerek a fagy ellen, vagy öntözés a szárazság ellen. Egyre extrémebbek a hőmérsékletek. Ez a fajta jelenség, ez már jelen van, hogy a növények ugye stresszes állapotban kerülnek, és amikor stresszes állapotban vannak a növények bármi oknál fogva, tehát ez lehet, mint már említettem, ez a magas hőmérséklet, illetve szárazság, vagy a koratavaszi fagyok, így a növény kevésbé lesz ellenálló a különböző patogének és kártevőknek a támadására. A növényvédelmi szakmérnök hozzátette, folyamatban vannak olyan felmérések, amelyek a klímaváltozás hatásait vizsgálják, és majd segítséget tudnak nyújtani a termelőknek. Az időjárási szélsőségekre ugyanakkor a jövőben is készülnünk kell, mondja a klímakutató Kovács Géza. Előre lehet látni a szélsőségeket, mint említette, az extrém magas hőmérsékleteket, de viszont nagy hirtelen hőmérséklet ingadozásokat is. Egyik napról és szinte a legnagyobb melegből áttehetünk egy 15-20 fokos lehűlésre, ami a szervezetet is megviseli. Ugyanakkor villámárvizek is lehetnek, tehát hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék, ami komoly gondokat okozhat. És így a riport végére mindenképpen leszögezhetjük azt, hogy aki eddig azt gondolta, hogy őt a klímaváltozás meg annak gyümölcsökre gyakorolt hatása bizony nem érinti, az jó nagyot téved, ugyanis évről évre mi fogyasztók is tapasztaljuk azt a negatív hatást, ami ezt tulajdonképpen előidézi, ez pedig a drágulás. Évről évre, ha valami elfagy, az mindenképpen drága a piacokon, úgyhogy milyen a zsebünkbe kell nyúlni, amennyiben szeretnénk olyan gyümölcsöt venni, ami kárt szenvedett az adott évben. Újabb földrengést regisztráltak Szerbiában. Ezúttal a nyugat-szerbiai Ivanica környékén rengett meg a föld. Igaz, csak a Richter skála szerinti 2-es erősségűnek mérték. Szerbiában az elmúlt napokban igen gyakorivá váltak a gyengébb földmozgások. Egyebek mellett Loznicán és Mladenovácon is mértek 2,6-os erősségű rengést. Áramszünetek fenyegetik Nyugat-Európát az energiaválság miatt. Egy hidegebb tél esetén nincs elég föld, gáz és széntartalék, amely le tudná fedni az igényeket, figyelmeztetnek a szakemberek. A megújuló energiaforrások pedig nem biztosítják a szükségleteket. Szerbiában egyelőre stabil az ellátás. A balkáni áramlat pedig szavatolja az ország energiaellátását, mondja a szerb elnök. Tájékoztató videókkal készíti fel a lakosságot az osztrák hadsereg és a német katasztrófavédelem a lehetséges áramszünetet követő nehézségekre. A beálló hideg és sötétség mellett számolni kell a mindennapos eszközök és infrastruktúra leállásával is. Ezért egy kéthetes készlet előkészítését ajánlják. A víz, élelmiszer és gyógyszerek beszerzése mellett tanácsolják tűzhely, melegruha, gyertya, zseblámpa, rádió és egyebek biztosítását is. Szerbiában sokan emlékeznek még a 90-es évek és a 2000-es évek elejének áramszüneteire, amelyek jelentősen meg tudták keseríteni az emberek mindennapjait. Ha elmegy az áram, akkor bajba vagyunk. Akkor nagy bajba vagyunk, nem tudunk semmi helyet se fogni, mert minden az áramhoz van kötve. Ez nagy probléma lenne. A régi nagy áramkimaradásokat azt hogyan oldották meg? Igen, hát úgy, hogy alkalmazkodtunk akkor, csináltuk a dolgunkat, amikor volt áram. Szerintem minden lehetséges, mert volt hány évvel ezelőtt volt az, amikor ugye nem voltak áramszünetek napok, vagy bizonyos órákban a napok folyamán, nem tudom. Minden lehetséges, minden. Például mivel fűt, hogyha mondjuk gázzal, vagy például árammal? Hát tüzelős kazánnal, de ugye ahhoz is kell az áram, mert hogyha nincs áram, akkor a pumpa nem bír dolgozni. Akkor bajba leszünk. Az elsősorban nyugat-európai államokat érintő téli áramkimaradásokra és gázellátási problémákra szeptember óta figyelmeztetnek a szakemberek. Nincs elegendő erőművi szén és földgáz, a megújuló, de nem folyamatos energiaforrások, mint a szél és a nap pedig még nem tudják lefedni az igényeket.
A klímaválság kezelésének érdekében már állítottak le széntüzelésű és atomerőműveket, ami negatívan érintette a tartalékokat. A koronavírus világjárvány miatt az északi-tengeri olajfúró tornyok is leálltak a munkával. Energetika je blagoslov, ali može da bude i prokletstvo. Nema energije koja ne prlja životnu sredinu. Trebalo bi razumeti da koji god put energetske tranzicije odredimo, mi ćemo plaćati jedan deo energije novcem, a jedan deo energije zdravljem. Szerbia követi a nemzetközi és az európai energiapiac fejleményeit, és időben megoldotta a gondjait, nyilatkozta korábban Alekszandar Vučić szerb államfő. Mint elmondta, az ország energiai biztonságát a balkáni áramlat kiépítése szavatolja, és udvarnokon minden nap töltik fel a tartalékokat. Što se struje tiče dodatnih 180 MW električne energije koje smo čuvali u rezervi, pustili smo u pogon, dakle, da bismo spustili berzansku cenu. Da bismo pomogli domaćim privrednicima. To građane ne interesuje. Mi za njih držimo najnižu moguću cenu u Evropi. Srbija ima najnižu cenu električne energije u Evropi za domaćinstvo. To morate da imate u vidu. Ovo znači da moramo da podižemo obnovljive izvore, ali ovo znači da smo imali pametnu odluku da ne gasimo naše ugljenokope i naše rudnike. A 2020-2021-es télen Szerbiában is akadtak gondok az áramellátással, elsősorban a hegyvidékeken, de ez nem az energiaforrások hiánya, hanem a szélsőséges időjárás miatt következett be. Szerbiában az év eleje óta több mint 30 dinárral drágult az üzemanyag. Ez nagyban érinti a termelőket. Elmondások szerint az egekbe szökött árak miatt szinte minden erőgéppel végzett munka megdrágult. A kiadások több ezer dinárral is megnőttek. Napi szinten emelkedik az üzemanyag ára, emiatt a mezőgazdasági termelőknek is egyre nagyobb kiadással kell számolniuk. Elmondásuk szerint az áremelkedés miatt legalább 30%-kal megnőtt a kiadásuk. Ez nagyon megnöveli a kiadásainkat. Az elmúlt egy évben az üzemanyag ára, hát ha nem is duplájára, nem annyira nem nőtt, de egy harmadával legalább magasabb lett, és a vetéseket nagyon megdrágította. Egy holdnyi termőföld megmunkálásához 15-20 liter üzemanyagra van szükség. Szerintem itt egy holdanként, ha úgy beszéljük, hogy holdankénti plusz kiadás, szerintem egy 4-5 ezer dinár holdanként biztos rádob még a költségekre az idei évbe. Több mint 30 dinárral drágult az üzemanyag az év elejétől. Januárban még 144 dinárba került egy liter dízel üzemanyag, ez mostanra már 172 dinár. A Szerbiai Kőolajipari Vállalatok Szövetsége májusban azt nyilatkozta, hogy a következő hónapokban nem kell számítani a kiskereskedelmi üzemanyagárak jelentős korrekciójára, azóta viszont majdnem 15 dinárral emelkedett. A mezőgazdaságban a legtöbb üzemanyag az őszi és a tavaszi munkálatok alatt fogy el. Most ebben a szezonban rendkívül ilyen fogy minden nap, húzzuk a hordókból és a tartályokból az üzemanyagot, ennek az ára is magasan van, az egekig szökött, tehát olyan helyzetben vannak a földművesek, hogy amint lehet azért pénzt is kell csinálni, mert a befektetésekre szükséges. Az üzemanyagár drasztikus emelkedése nem csak a mezőgazdasági termelőknek okoz fejfájást, de a gazdaság szinte minden szegmensére rányomja a bélyegét, ami már érezhető, hisz szinte minden termék már drágább, mint hetekkel korábban. Ezt magunk is érezhetjük már akkor is, ha a megszokott bevásárlásunkat intézzük. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Holnap kezdődik Szerbiában a Moderna vakcinájával az oltás. Kedden felhős, borongós, több helyen esős, záporos idővel indul a nap. A híradó után közügyek, a stúdióban Loboda Árpád. Árpi, mivel várjátok a nézőket?
Szia, Móni, köszöntöm a Híradó nézőit. A közügyekben az aktuális járványhelyzettel kezdünk. Várom dr. Bohucki Neba is a szakértőnket a stúdióba. Ezután az elmúlt napok történéseinek tükrében azzal foglalkozunk, hogy mennyire biztos lábakon áll Szerbia gázellátása. A közügyekben arról is szó lesz, hogy ünnepélyes keretek között felszentelték a bogarasi Szent Anna templomot, majd a szabadkai vasutas helyi közösség fejlesztésének részleteiről kérdezem vendégemet. Műsorunk végén pedig zene, örökségünk címmel tartott koncertet a vajdasági nagyzenekar Óbecsén. Várom önöket a híradó után, tartsanak velünk. Köszönjük szépen. A rendőrség őrizetbe vette a szabadkai gyógyszertári rablókat. Két algériai állampolgárt gyanúsítanak azzal, hogy a múlt héten Szabadkán megtámadtak, megkötöztek, majd bezártak egy gyógyszerészt a patikából. Pénzt, gyógyszereket és a nő mobiltelefonját vitték el. A rendőrség szerint az 1997-es és 1998-as születésű gyanúsítottak korábban Máliszvornikban 4 alkalommal törtek be. A többi között festékbolt, a gyors étterembe és teljes boltba, és onnan pénzt, műszaki cikkeket és orvosságokat loptak el. Az egyik elkövető letartóztatásakor rátámadta az intézkedő rendőrre, amiért még egy bűnvádi feljelentést tettek ellene. Mindkettőjüket előzetes letartóztatásba helyezték. Napról napra nő a Horgoson és környékén feltorlódó migránsok száma, állítják a helyi lakosok. Az illegális bevándorlók már a település központját is ellepik, a horgosiak pedig sötétedés után inkább bezárkóznak otthonaikba. A taxisok folyamatosan cirkálnak a településen, a határhoz közeli erdős, bozótos területen pedig migránsokat segítő külföldi segélyszervezetek jelentek meg. Változatlanul Horgos külterületén, a Horgos-Röszke közúti határátkelőhely közvetlen közelében, a régi elhagyott rendőrségi kiszolgáló épületekben bújik meg a legtöbb migráns. A szerbiai menekültügyi főbiztosság Horgoson szolgálatot teljesítő biztonsági embere azt mondja, nagyjából 400-an lehetnek Horgoson, illetve környékén. A helyiek szerint azonban legalább kétszer ennyien vannak. Feltűnően sokan gyülekeznek napközben Horgos központjában is. Helyi embereket szinte alig látni. Kollár Judit sötétedés után bezárkózik otthonába. Hát nem mindegy, hogy ennyi idegen ember mászkál itt a faluba. Este pedig én nem is merek kimenni. Én éjszaka is dolgozom, házhoz jönnek értem, mert én nem szeretek a faluba bejönni sötétedés után. Egyrészt nagyon sokan vannak, nagyon sokan és egyre többen, aztán eltűnnek, jönnek, hát azért ez nem mindegy a falunak, hogy ennyi idegen ember itt mászkál csak úgy. Szinte mindegyikük Ausztriába vagy Németországba szeretne eljutni. Az egyik migráns azt mondta, próbált már a Tiszán is átkelni, de többször felmászott a határkerítésre is, és átugorta azt. I am from Tunisia and you are going to Austria. How much money did you pay until you got here? Maybe now 3000 euro. 3000 I pay to get here. And they need to pay more to get Austria. Ott jártunk kor az autópálya és a közúti határátkelőhely közötti erdős, bozótos részen egy belga rendszámú kis teherautó körül gyülekeztek a migránsok. Melegholmit, élelmet és gyógyszereket osztottak nekik, egy állítólag nemzetközi segélyszervezet tagjai, akik egymás között franciául beszéltek, stábunkat pedig elküldték. Az egyik afgán migráns 10 napja érkezett Horgosra, most próbál majd először nekivágni a magyar határkerítésnek. I'm coming from Turkey, Albania, Kosovo, Serbia. I will go to Nimsa. A taxisok folyamatosan hozzák és viszik Horgosra és Horgosról a migránsokat. Egyikük éppen az egyik buszmegállón alkudozott az illegális bevándorlók csoportjával, de stábunkat észrevéve azonnal elhajtott. Ugyanezt tapasztaltuk az autópálya mentén is. A szalagkorláton ülő migránsokat vette volna fel egy taxis, de a kamera láttán ott hagyta a migránsokat, akik aztán gyalog folytatták útjukat.
Holnap kezdődik Szerbiában a Moderna vakcinájával az oltás, ami a Pfizerhez hasonlóan mRNA vakcina. Országosan aggasztó tendenciát mutat a koronavírus negyedik hullámában megbetegedők száma. Habár a helyzet komolyságát észrevéve adakközségben is nőtt az oltakozók száma, még így is aggasztó a jelenlegi helyzet, vélik az ottani szakemberek. Folyamatos a vakcináció adán, viszont egyre bonyolultabbá válik a helyzet, ugyanis jelenleg 168 aktív fertőzöttet regisztráltak a községben. Naponta körülbelül 25-30 tesztet végeznek el, amiből körülbelül a fele, vagyis 50% pozitívnak bizonyul. Bár megújult oltóponton, de szakadatlanul folyik a vakcináció az adai egészségházban, ahol fiatalok és idősek egyaránt komolyan véve a betegség jelenlétét az oltakozás mellett döntenek. Vannak, akik még csak most döntöttek az első adag felvétele mellett, de még mindig több azoknak a száma, akik már a harmadik vakcina felvételére érkeznek. Harmadik vakcinát veszem fel. Hát félek a betegségtől, a környezetemben volt szomszédok, akik betegek voltak, és láttam őket, és azért veszem fel. Adán az átoltottság lesújtó adatokat mutat, ugyanis a második dózist eddig mindösszesen 4662 polgár vette fel. Ez a község felnőtt lakosságának 43%-a. Az első dózis felvételére naponta körülbelül 8 polgár érkezik az oltópontra, mondta dr. Balog András, az adai egészségház igazgatója. A vakcinákra mondtuk, hogy a vakcina véd a betegségtől, csökkenti az esélyét a megbetegedésnek, de nem abszolút véd, de véd a kórháztól, véd a lélegeztetőgéptől és véd a haláltól. Az igazgató hozzátette, fontos lenne végre belátni a lakosságnak, hogy nem az otthon való matematikázáshoz megoldást a helyzetre, hanem bízva a szakemberekben a vakcina felvétele vezet a nyáimmunitás eléréséhez, enélkül pedig nem állítható meg a járvány. 214 többségében idős krónikus beteg meghalt, és újabb 17.834 koronavírus fertőzöttet találtak Magyarországon. Kórházban 3.980 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 334-en vannak lélegeztetőgépen. Holnap felhős, borongós, több helyen esős, záporos idővel indul a nap, majd napközben megszűnik a csapadék. A szél gyenge és mérsékelt lesz, szerdától felszakadozhat a felhőzet. A holnapi csúcsérték 13 fok körül alakul. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma 1-es mexikói nagydíjat. Így már 19 pont az előnye az összetett élén a címvédő és hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnal, a Mercedes brit pilótájával szemben. A 24 éves Verstappennek ez volt az idei 9. és pályafutása 19. futamgyőzelme, a mexikóvárosi pályán pedig harmadszor diadalmaskodott. Verstappen mögött Hamilton végzett a második helyen, a dobogó alsó fokára pedig a másik Red Bullt vezető, hazai közönség előtt szereplő Sergio Perez állhatott fel. A VB a hétvégén a brazil nagydíjjal folytatódik. Eddig tartott a híradó. Halljuk, melyek voltak a mai nap kiemelt témái röviden. Elfogadta a védettségi igazolások alkalmazásáról szóló rendeletet a szerb kormány. Az iskolákban péntekig nincs tanítás, valamennyi általános és középiskolás számára meghosszabbították az őszi szünetet. Mit okoz a klímaváltozás a mezőgazdaságban? Szerbiában az év eleje óta több mint 30 dinárral drágult az üzemanyag. Köszönjük, hogy követték hírműsorunkat. A panonrtv.com-on még több hír és információ várja önöket. Ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is velünk. A viszontlátásra!